Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Jelenlegi világunkkal mennyire vagytok elégedettek? Ki az, aki nem elégedett? Oké, köszönöm. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Nem, rossz. Rossz? Nagy rosszul viselkednek. Milyen érdekes, nem? Most gondoljátok végig, hogy itt nálunk volt 20-valahány százalékos infláció az elmúlt egy évben. Ukrajnában meg vagy 7. 4,5 volt. 4,5? Na hát akkor még nem is jól tudtam. 4,5 az? Hogy? Nem érdekes? De azt tudjátok, hogy például, hát mikor mi is háborúban voltunk, nem akkor volt az infláció annó annak idején, hanem az háború után. Így van, háborúztunk, és akkor nálunk sem volt infláció. Érdekes, nem? Tehát, ugye a németeknél sem, mikor a németek háborúztak a második világháborúban. Azért hordták a birodalmi márkát. Hát de nem a izékor, nem a háború alatt, hanem a háború vége felé, meg a háború után. Tehát ami azt jelenti, hogy érdekes, mert a háborúban nem. Na most, érdekes dolog ez a pénzkérdés. Jó? Tehát ezt éppen valakinek elmagyaráztam, hogy ez hogyan is működik. Tehát úgy működik a gazdaság, hogy tiszta és világos legyen. Ugye mondom, mint gazdasági szakember is egyben, hogy ha van egy olyan ország, ahol nagyon sok minden megtalálható, vagy olcsón tud beszerezni alapanyagokat, akkor simán meg tudja azt csinálni, hogy leértékeli a saját valutáját, ezáltal az exportja megnövekszik, hiszen olcsó lesz a termék, és a belső piac azt nem veszi észre, mert ugye hát belül, hát nálunk is, ha megnézed, hogyha nem emelkedtek volna az árak, hanem maradtak volna az árak, akkor igazából nálunk nem lett volna ilyen magas infláció, hanem ugye az lett volna, hogy olcsóbban tudtuk volna exportálni a termékeket. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy a második világháborút követően Japán azért tudta azt az óriási gazdasági növekedést megcsinálni, mert leértékelt a jent. Ami azt jelenti, hogy ezáltal sokkal olcsóbban tudta exportálni a termékeit, és ugye olcsón beszerezte a termékekhez szükséges alapanyagokat, és ezáltal, hogyha egy valuta olcsó, és az országban ugye az embereknek tök mindegy, mert belül ugyanannyiba kerül mindenbe, minden, csak az egyéb valutákhoz képest olcsó. Értitek? Tehát, hogyha egy valutát, tehát ugye az eurónál ezt nem lehet megcsinálni, de a magyarok, a lengyelek, csehek meg tudják azt csinálni, hogy mondjuk játszanak a saját valutájukkal, és az azt jelenti, hogy ha leértékelik a saját valutájukat, a belső piac ezt nem veszi észre, csak azok veszik észre, akik kívülről vásárolnak, érted? Tehát kintről. Tehát, hogyha bent termelt termékeket vásárolnak, akkor annak nem változik az ára. Most csak kifele változik, külföld felé olcsóbb lesz a termék,
És ezáltal megélénkül a gazdaság. Érted? A japánok ezt csinálták. Tehát például az oroszok, emlékezzetek, hogy mennyi volt a rubel? 17 forint annak idején. Tehát a forint rengeteget csökkent, és a rubel most csak mennyi? 5 forint vagy 6 forint? Valahogy így van. Érted? Ami azt jelenti, hogy az oroszok megtehették azt, hogy leértékeljék a saját valutájukat, mert gyakorlatilag nekik szinte kintről semmit nem kell vásárolniuk. Érted? Ezáltal ugye náluk nincs infláció, vagy csak kicsi infláció van, érted? Mert a belső piac az hát ugyanúgy kereskedik, a belső piac, érted? Tehát a belső piac azt nem veszi észre, hogy le van értékelve a rubel, érted? Ha persze kimennek, mit tudom én, mondjuk ki akarnak menni utazni mondjuk külföldre, akkor drágábbba kerül az utazás, tehát ami külfölddel kapcsolatos, az drágább, de azáltal, hogyha le van értékelve a rubel, akkor minden olcsóbban eladható, és megnövekszik a kereskedelem. Oké, ha megnézed, az amerikaiak is játszanak a dollárral. Tehát ami azt jelenti, hogy a dollár ára most ugye csökken, tehát a többi valutához képest, például ugye a forinthoz képest is, vagy az euróhoz képest is, ami azt jelenti, hogy olcsóbbá válik a nemzetközi piac számára a dollárért előállított termékek Amerikában. Tehát ez tiszta gazdaságpolitika, amit a nagy országok tudnak művelni simán. Tehát megnézed, a kínai yuan, hát az sem egy drága valuta, érted? Tehát az is nagyon le van értékelve, de miért? Mert Kínának ugyanúgy kintről alig kell valamit vennie. Mindent, majdnem mindent meg tud venni, vagy be tud szerezni otthon, érted? Tehát bányászni, stb. Tudnak otthon. Tehát ami azt jelenti, hogy ha le van értékelve a yuan, nekik az eladott, külföldre eladott termékeik potomáron vannak eladva. Most gondold végig, mit tudom én, mondjuk Magyarországon föladsz egy posta csomagot, egy kis csomagot, mennyibe kerül? Kínába ide küldenek egy olyan csomagot, Kínából ide küldenek egy olyan csomagot, olcsóbban, mint ahogy te itt Magyarországon belül elpostázol egy olyan csomagot. Érted? De miért? Hát azért, mert a yuan az le van értékelve. Érted? Nekik az nem olcsó. Érted? Az ott lakóknak. Csak az ő pénzükhöz képest nekünk drága. Világos ez? Ez simán gazdaságpolitika, amiről a lakosság mit sem tud. Tehát a pénzzel lehet így játszani. Azoknál, főleg azoknál az országoknál, akiknél sok a nyersanyag. Érted? És gyakorlatilag az olyan országoknak, akiknek nagyon nagy az exportjuk, és ahhoz képest kicsi az import, ott mindenütt meg tudják csinálni, hogy fogják, leértékelik a saját valutájukat, ezáltal úgy fogják venni a termékeiket, mint a cukrot külföldön. Oké? Ezzel mondom, Magyarország is játszik, csak ugye Magyarországnak van egy olyan problémája, hogy majdnem az export, meg az import, az egyforma. Egyforma. Így van, egyszer az egyik, több egyszer a másik, de nagyjából egyforma. De ugye vannak olyan országok, amelyiknél az import az jóval több, mint az export. És hát ők nem tudják ezt megcsinálni. Meg hát nem tudják azok az országok megcsinálni, amelyik mondjuk, hát itt az EU-ban, euróval gazdálkodnak. Nem tudják megcsinálni. Tehát amikor
te azt nézed, hogy hogyan alakul mondjuk a forint, akkor nem gondolsz arra, hogy hogyan játszanak a forinttal. Érted? Mert mikor a forint leértékelődik, leértékelik a forintot, akkor az azt jelenti, hogy a magyar termékek azok olcsóbbá válnak a külföldiek számára. Nekünk meg tök mindegy, így is annyiba kerül, úgy is annyiba kerül. Érted? Tehát mondom, ez egy játék, amit gazdasági játék, amit játszanak az országok. Hát mondom, megnézed, ugye a japán jen az töredéke volt a forintnak. Mikor a nagy, tehát a japánok olyan nagy, tehát Amerika után a legnagyobb gazdasági eredményeket érték el a műszaki dolgokban természetesen. A műszaki dolgokban. Tehát az azt jelenti, hogy akkor mondom, mit tudom én, ilyen század számmal kellett számolni, és mit tudom én, 100 forintért, mit tudom én, hány ezer juant kaptál, érted? Hát, mint a líránál. És megnézed most a juant, vagyis a jent, akarom mondani, megnézed a jent, a japán jent, hát jobb, mint a forint. Tehát ami azt jelenti, hogy visszaerősítették a... Hát ugye miért maradt le a japán gazdaság? Mert megerősítették, megerősödött a jen. Érted? És ezáltal a japán termékek drágák. Érted? Tehát minél erősebb egy valuta, ugye a külföldi országokhoz képest, tehát erősödik a valuta, inkább úgy mondanám, az azt jelenti, hogy annak az országnak a termékei fokozatosan olyan mértékben drágulnak, nem az otthoniaknak, hanem a külföldieknek. Tehát magyarul az ország az nem tud annyit exportálni, mert nem veszik meg a termékeit. Tehát, hogyha ebből a szempontból nézitek, mondom, az oroszoknak a legjobb, mert az oroszok tudnak ezzel a legjobban játszani. Hát ezért nem tudnak velük csinálni semmit, mert fogják, leértékelik a rubelt, a belső piacot nem érinti, érted? De úgy fogják venni az oroszok által kínált dolgokat, mint a cukrot, mert a világpiacon olcsó lesz, érted? De az nekik nem olcsó akkor se, mert hát a belső piacban ugyanannyi, így is, meg úgy is, érted? Szóval lényeg az, hogy ez egy játék, amit művelnek, csak hogy tiszta és világos legyen ez a kérdés. És hát ugye például Ukrajnában azért kicsi az infláció, mert rengeteg támogatást kaptak. Rengeteg táborús támogatást kaptak. Meg kölcsönt természetesen. És gyakorlatilag finanszírozva van az ország működése. Szóval, hát ugye sok mindent tudunk itt tanulni, tehát hogyha megnézzük, miért, majd beszélek arról is, hogy miért kell tanulni, megnézzük, hogy milyen sok mindent tanulunk, mindjárt haladunk itt egy kicsit, de a végére, tehát én a legvégére, és akkor innen jövünk visszafele. Tehát gondold végig, hogy itt például vannak olyanok, hogy marketing terület, akkor van szervezői terület, akkor siker terület, szervezetvezetői terület. Jó, tehát növekedés terület, az is ugye a gazdasági terület, hogy hogyan növekedjünk, de bármilyen téren hogyan növekedjünk. Például ugye most a párkapcsolat képzésünk van, és a párkapcsolat képzésben is ugye növekedést kellene elérni. Tehát ugye mit jelent a növekedés? Hát nem így kellene növekedni, vagy nem így, hanem mondjuk eredményekben növekedés. Tehát eredményekben növekedés. Tehát mit tudom én mondjuk, hogyha havonta, mondjuk két havonta egyszer kufircol mondjuk egy házas pár, akkor az már egy növekedés, ha mondjuk egy havonta már kufircol. Érted?
Értitek a különbséget? Miklós, nem vagy szívbajos, ahogy elmondtad. Szóval, az egy növekedés. Érted? Tehát, ugye, és ez képzeljétek el, ide tartozik ehhez a témához. Szóval, hát csak hogy tiszta és világos legyen ez a dolog. Hát ha naponta háromszor kell kufircolni, akkor mi van? Egy férfinek. Szóval... Szóval lényeg az, hogy főleg, ha már valaki korosabb. Szóval lényeg, hogy mondom, ez is oda tartozik, a növekedés. Tehát most ezzel kapcsolatban példa, hát ha már egy kicsit a gazdasági dolgokkal kezdtem, hogy ugye az embernek az eredményesség szempontjából ugye tudni kell olyan dolgokat, hogy mit kell akkor tenni, hogyha mondjuk az ember valamibe belefog. Tehát, hogy milyen konkrét lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy abból a belekezdésből eredmény jöjjön ki. Tehát bármilyen témában, érted? Tehát például a párkapcsolatban is, de akár egy vállalkozásban, vagy két ember mondjuk családi kapcsolatában, tehát mondjuk gyerekszülő kapcsolatában, vagy bármivel kapcsolatban, ha az ember belekezd valami, mondjuk egy munkahelyen belekezd egy állásba, mit kell tenni akkor, milyen lépése? És képzeljétek, ez úgy van, hogy a lépések meghatározott lépések vannak, nem túl sok, mit tudom én, általában olyan 4-5 lépés, de abban a sorrendben kell megtenni azt a 4-5 lépést. És képzeljétek el, ez úgy működik, hogy mindegy, hogy most az egy párkapcsolat, mindegy, hogy mondjuk egy vállalkozás, vagy egy alkalmazotti létbekezdés, vagy valamilyen kapcsolat létrehozása, az ugyanabban a sorrendben kell megtenni azt a 4-5 fajta lépést. Érted? Nyilván nem tökéletesen ugyanaz a lépés, mert nyilvánvaló egy munkahelyen mást kell csinálni, mint egy párkapcsolatban, de ugyanaz a fajta lépést kell megtenni. Tehát ezek módszerek, úgy hívják, és az emberek nem ezt csinálják, akkor beleragadnak abba, hogy még nem indulnak el. Tehát ott vannak, elkezdték, és nem történik semmi. Érted? De például az is, hogyha valaki mondjuk már eredményeket hoz létre, és mondjuk ezek az eredmények elkezdenek csökkenni, akkor az embernek megint csak lépéseket kellene tenni, hogy megint nem sok, egy 4-5 lépés, de abban a sorrendben, ez megint más 4-5 lépés, abban a sorrendben, hogy az a csökkenés az ne folytatódjon, hanem visszaforduljon növekedésbe. Tehát nyilván a növekedésnek is több ága van, tehát több fokozata van, mert van a szép lassú növekedés, ugye ez a normál növekedés, vagy van a kiugró növekedés, amikor így hirtelen fellendül ugye az a dolog, és mást kell tenni bizonyos állapotokban. Tehát ugye a visszaesés is lehet kisebb mértékű, lehet nagyobb mértékű, és ezeket a szabályokat, ezeket a lépéseket lehet mindenre rávetíteni az életben. Például itt van rengeteg olyan ember, aki itt tanul, és azok közül sok már próbálkozott, kísérletezett, ugye a kutya próbálkozik, az ember az kísérletezni szokott inkább. Szóval kísérletezett azzal, hogy hozzon tanulókat, szervezzen tanulókat, és akkor belesült. És a legtöbb esetben azért sülnek bele az emberek, mert azt a pár lépést abban a sorrendben, ahogy meg kell tenni, nem teszik meg. Tehát ott maradnak, ezt mi, tehát a belekezdést úgy hívjuk, hogy nem lét. Tehát nem lét. És ebben a nem létben ott maradnak. Tehát nem jönnek ki ebből a nem létből.
Tehát ami azt jelenti, hogy az egyik lépés, ugye a nem létnek az ellentéte, az a ismertté tétel. És akkor az ismertté tételt azt nem csinálja meg. Tehát nem csinálja meg úgy, hogy általános ismertté tétel, meg úgy sem, hogy személyesen ismertté teszi magát, hogy ő ugye mit csinál. Szóval a lényeg az, hogy vannak szabályok, vannak lépések, vannak módszerek, amit az emberek nem ismernek, nem használnak, össze-vissza csinálják a dolgukat, úgy, ahogy gondolják, vagy úgy, ahogy esetleg másoktól látták, mondjuk a szüleiktől, és ezáltal hibáznak. Például a leginkább olyan állapot itt a növekedésnél, ami a hirtelen veszélyesebb állapot, a legveszélyesebb állapot, nem fogod elhinni, hogy micsoda, a hirtelen növekedés. Mert mit csinál a legtöbb ember a hirtelen növekedéssel? Például mondjuk anyagi növekedés, hirtelen anyagi növekedés van, és akkor az emberek elkezdenek költekezni. Sőt, úgy elkezdenek költekezni, hogy még hitelt is vesznek föl sokan, mert hát miért ne vennék föl hitelt, mikor úgyis bőven fogom tudni törleszteni, gondolják az emberek. És utána ugye a növekedés egyik szabálya, hogy értsd, de az is nem az legelső szabály, mit tudom, második vagy harmadik, így fejből nem tudom, minek jegyezzem meg, mikor úgyis le van írva. És úgyis tanuljuk. Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok, hogy akkor kell leginkább spórolni, amikor ilyen hirtelen növekedés van. Na, erre vargom. És akkor nem szabad spórolni, amikor visszaesés van. Na, az emberek pont fordítva működnek. Miért nem szabad spórolni? Mert akkor, mikor visszaesés van, akkor pont az ismertté tételre, tehát a reklámozásra kell költeni, érted? Tehát abba kell befektetni. Tehát, hogy minél jobban ismertéted magad. Most mondok példát, jó? Hogyan alkalmazod mondjuk ha már párkapcsolat kócsképzésünk van, kócs azt jelenti, hogy ember és életjobbító, hogyan teszed magad is, tehát mondjuk egy olyan helyzet van, hogy hirtelen romlik a párkapcsolat nagy mértékben, és ugye nem szabad spórolni. Tehát olyankor akkor mit csinálsz? Hát venni kell ajándékot a másiknak, el kell halmozni kedvességgel, el kell vinni mondjuk étterembe, stb. Érted? Tehát pont akkor nem szabad spórolni, mikor visszaesés van. És az emberek tök fordítva csinálnak mindent, és csodálkoznak, hogy nem úgy sülnek el a dolgok, ahogy szeretnék. Szóval, ha az ember nem tanul módszereket, már pedig itt végig minden témában módszerek vannak, és az ember nem tanul módszereket, akkor ne csodálkozzon, és ha megnézed, ez a business coach keretein belül is vannak ezek a témák. Nem csinál az ember ilyeneket, nem használ módszereket, mindig a gondolataira hallgat, vagy esetleg a másokra hallgat, akik ők is rosszul csinálják, akkor lehet, hogy az ember nem úgy működik, ahogy szeretné. Gondold végig mondjuk célt megvalósítani. Egy cél megvalósítás például olyan, mint egy szakma. Tehát ha megtanulod a célt megvalósítani, akkor bármilyen célt képes vagy onnantól kezdve azokkal a módszerekkel megvalósítani. Érted? Bármilyen cél. Tehát olyan, mint egy szakma, hogyha megtanulod mondjuk az autószerelést, akkor bármilyen autónak nekiállhatsz és megszerelheted, érted? Még akkor is, ha minden autó más. Akkor veszel egy olyan kompjútert, érted, ami minden autónak meg tudod nézni a lekérdezését, és meg van oldva, és utána már csak szerelni kell. Jó, tehát gondold végig, mennyire fontos, hogy az ember helyesen tudjon kommunikálni. Tehát a helyes kommunikáció, mivel a kommunikáció az egy
fizikai dolog, tehát mikor kommunikálunk emberekkel, ugye akkor a testünkön keresztül kommunikálunk, azért ez a jellemző. És tehát a testünk valamilyen formában kommunikál, és ugye a testünk az egy fizikai test. És ha ezt megnézzük, ha egy ember jól tud kommunikálni, képes jó kommunikációra, akkor sokkal, de sokkal több dologra képes, tehát sokkal eredményesebb tud lenni az életében, mintha nem jó kommunikációval áldották meg. Tehát minél jobb kommunikációja egy ember, annál több dolgot el tud érni másoknál. Világos ez? Hát gondold végig, hogy hány olyat hallottál már, vagy láttál esetleg filmekben is akár, hogy nagyon jó kommunikációi emberek, mennyire átvertek embereket, mennyire hittek nekik. Tömegeket sikerült átvenniük egyeseknek. És csak azért, mert jó kommunikációval rendelkezik. Érted? Tehát így nyilván nem az a cél, hogy az ember azért legyen jó kommunikációja, hogy átverjen embereket. Csak azért mondom példaként, hogy ugye azt mondod, hogy ó, te egy nagyon jó ember vagy, nagyon etikus is vagy, és mégse boldogulsz az életedben. Akkor úgy megkérdezném tőled, és vajon milyen kommunikációval rendelkezel? Mert nézd meg például azt a példát, amit az imént mondtam, hogy etikátlan ember, aki jó kommunikációval rendelkezik, az ugye nem azt mondom, tehát nem azt mondtam, hogy nem jól boldogulsz az életben, rosszul fejeztem ki magam, hanem azt, hogy nem jól boldogulsz a pénzteremtésben, bocsánat. Tehát te egy etikus ember vagy, mégsem boldogulsz kellőképpen a pénzteremtésben. Miért nem? Mert nem rendelkezel kellő kommunikációval. Nézd szembe azt, azzal a példával, ahol etikátlan ember, nagyon jó kommunikációval, tök jól boldogul a pénzteremtésben. Érted? Jó, ez nem jó, de mi lenne, hogyha te etikus emberként mondjuk jól tudnál kommunikálni az emberekkel? Hát, hogyha egy etikus ember jól tud kommunikálni az emberekkel, akkor még jobban tud boldogulni. Miért? Nagyon egyszerű. Hát azért, mert őt nem fogják megkergetni azért, mert átvágta az embereket. Érted? Tehát nem, most megkergetés az azt jelenti, hogy mondjuk a törvény megkergetni. Tehát hány embert már börtönbe csuktak azért, mert átvágott embereket, de marha jó kommunikációval tudott rendelkezni. Érted? És te etikusnak mondod magadat, főleg itt tanulóként, és én ezzel egyet is értek. És miért nem javítod a kommunikációdat? Tehát ha megnézzük mondjuk itt a kommunikációs képzésünk, a kommunikációs képzés az nem egy elméleti képzés. Ami azt jelenti, hogy ha valaki az elméletet nem viszi be a gyakorlatba, akkor soha nem fog jól kommunikálni. Ehhez pedig az kell, hogy az ember használja az ott tanultakat, illetve az itt tanultakat, amikor a kommunikációs képzést tanuljuk, hogy hasznosítsa az itt tanultakat. Tehát ne csak úgy gyakorolja, hogy tét nélkül, hanem úgy, hogy hasznosítsa, érted? Tehát annak legyen tétje annak a hasznosításnak. Hát most gondold végig, itt vannak a jövendőbeli emberek, a jelöltjeink, akiket jelölteknek hívunk. Ugye azok, akik etikusak, kicsit nyitottak, vagy akár jobban is nyitottak. Mire? Hát az élet dolgaira. Tehát, hogy könnyebben boldoguljanak az életükben. Mondjuk ilyen dolgokra nyitottak.
És akkor aki jobb kommunikációval rendelkezik, az így behozza. Aki meg nem rendelkezik jó kommunikációval a tanulóink közül, az meg kudarcot van. Oké? Okay. Ez ennyi. Ez ennyi. Tehát megnézed a világ történelemben, kik a legismertebb emberek, akik nagyon jó kommunikációval működtek. És az most lehetett etikus, vagy lehetett etikátlan, tök mindegy, de jó kommunikációval rendelkezett. Például etikus. Mit tudom én, bizonyára emlékszel a tanulmányaid során, hogy a Kossuthunk, Kossuth Lajos, ez egy kiváló kommunikációval rendelkező egyén volt. És hallgattak rá emberek? Hogyne? Például Hitler, negatív példa, kiváló kommunikációval rendelkezett. Például Napóleon, negatív példa, kiváló kommunikációval rendelkezett. Tehát megnézed a híres történelmi személyeket. Kiváló kommunikációval rendelkeztek. Ha negatív példa, ha pozitív példa. Mind. Bármelyiket nézed. Mit tudom én, megnézed a... Hogy hívják az első amerikai elnököt? Itt meggyilkoltak. Lincoln, így van. Lincoln. Ő is kiváló kommunikációval rendelkezett. Érted? Tehát miért nem hozod magad olyan helyzetbe, érted, hogy fejleszd a kommunikációdat a családoddal, soha nem fogod fejleszteni a kommunikációdat. Én annak idején, mikor elkezdtem az emberekkel való foglalkozást, üzletkötőként kezdtem. Üzletkötőként. Az üzletkötő nem interneten árusított, hanem az üzletkötőnek nekem szóban kellett elmennem, és árusítanom. Mit? Apámék munkavédelmi kesztyűvel foglalkoztak, és azt mondta apám, hogy hát mi lenne, hogyha ajánlanád a cégeknek a munkavédelmi kesztyűt, az olyan cégeknek, akik használnak munkavédelmi kesztyűt. Természetesen. És akkor mondta, hogy milyen típusú cégek használnak munkavédelmi kesztyűt. És akkor bőrkesztyűt. Tehát bőr. Ugye bőrkesztyűt vartak, munkavédelmi bőrkesztyűt. És mondta, sorolta, hogy milyen cégek használnak ilyeneket. Fogtam, fölütöttem a telefonkönyvet, kerestem az ilyen cégeket, fölhívtam őket, és mentem hozzájuk tárgyalni. Érted? És senki nem tanított arra, hogy hogy kell kommunikálni. Senki. Apám sem tanított, mert ő nem volt üzletkötő. Neki üzletkötői voltak. És helyzetbe helyeztem magamat. És 3 éve már csináltam az üzletkötői területet. Addigra már apunak a második legeredményesebb üzletkötője voltam 3 év után. És tehát 3 évet csináltam, akkor találkoztam a modernebb üzletkötéssel. Azt úgy hívják, hogy hálózatépítés. Az is egy üzletkötés, csak ott nem csak terméket vagy szolgáltatást kínál az ember, hanem üzleti lehetőséget is. Tehát az kettős. Tehát a hálózatépítés abban különbözik az üzletkötéstől, hogy az üzletkötés az terméket vagy szolgáltatást kínál, csak a hálózatépítés az terméket és szolgáltatást és üzletet kínál. Érted? Tehát terméket vagy szolgáltatást, tehát a termékhez vagy termékekhez üzletet is kínál, ha szolgáltatása van, akkor szolgáltatáshoz, vagy a szolgáltatásokhoz üzletet is kínál. Na most, ez csak azért, mert még ezt se tudják az emberek, hogy mi a különbség az üzletkötés és a hálózatépítés között. Ennyi a különbség. Semmi más.
Tehát míg egy üzletkötő csak kínálja a szolgáltatását, vagy a termékeit, vagy termékét, egy hálózatépítő azon túlmenően, hogy a szolgáltatást kínálja. De ez általában mindig úgy van, hogy az üzletkötők nem a saját termékeiket, szolgáltatásukat kínálják, hanem ők csak közvetítenek a szolgáltató és a vevő között. Oké? Vagy a termék létrehozója és a vevő között. Közvetítenek, csak ennyi. Ez az üzletkötő. Tehát nagyon kevés az olyan üzletkötő, aki a saját termékét közvetíti. A világon nagyon kevés. Nagyon kevés. Miért? Mert létrehozni egy terméket, vagy létrehozni egy szolgáltatást, az nem egyszerű dolog. Érted? És az üzletkötés az egy teljesen más szakma. Ezért például, akik létrehoztak terméket vagy szolgáltatást, nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy ő közvetíti az ügyfelek felé a termékét vagy a szolgáltatást. Ez mondom, nagyon ritka, ez mondjuk 1000 esetből egy körülbelül. Hát például erre jó példa Tesla, hogy mekkora dolgokat talált föl, és semmit nem tudott eladni. Semmit, mert az üzletkötéshez fikasznyi tudása sem volt. Érted? Tehát maga az üzletkötés az egy szépen elsajátított szakma. Én magamtól sajátítottam el a szakmát 3 év alatt. De jó volt, mert csak egyféle dolgot kellett értékesíteni, nem sokfélét. Egyet. Érted? Egyetlen egyet. Na most mondom tovább, hogy tiszta és világos legyen. Csak azért, mert az emberek annyira nem értenek ezekhez a dolgokhoz, úgy keverik a szezont a fazonnal. Na most gondold végig, 87-ben kezdtem el az üzletkötést. Hány éve? 35? Nem, 37. 2024 van. Ja, akkor 37. Így van, 37 éve. Az nem most volt. Nem 2 éve kezdtem el, 37 évvel ezelőtt, és azt jelenti, hogy nem fejeztem be azóta egyszer se. Oké? Na most akkor nézzük tovább. Tehát ezt helyre kellene rakni. Tehát annyira nincsenek tisztában még azok sem ezzel, akik már pár éve akár üzletkötőként, akár hálózatépítéssel foglalkoznak. Tehát hálózatépítőként működnek. Tehát azok sincsenek tisztában. Na most akkor nézzük, tehát elkezdtem az üzletkötést, és ment. De nehogy azt higgyétek, hogy azért, mert jó kommunikációval voltam megáldva. Nem. Nem azért. Azért, mert minden nap csináltam. Érted? Minden nap? Nyilván szombat-vasárnap nem. Tehát minden nap. És nem adtam föl. Érted? Nem adtam fel. Tehát az üzletkötést a legtöbb ember az első alkalommal feladja. Az első nemnél, érted? Na most miért kapna az elsőnél az ember igen? Nagyon-nagyon kevés az olyan üzletkötő, amelyik az elsőre igen kap. Érted? Tehát én is mit tudom, én hanyadikra kaptam igen. De nyilván nem ugyanúgy csináltam mindent, hanem figyeltem arra, hogy javítsak magamon. Folyamatosan. És így 91-ben, akkor az már nem is 3 év, hanem több 3,5 évre rá, mert nyáron kezdtem, 3,5 évre rá megtalálta a hálózatépítés. Tehát még egyszer, a hálózatépítés az termék vagy termék, kek vagy szolgáltatás olyan formába közvetítése, hogy az ember egy üzletet is kínál. Érted? Tehát minden hálózatépítő egyben egy üzletet is kínál a szolgáltatásához, a termékéhez.
Ennyi a különbség. Nincs más különbség. Na most nyilván, mivel üzletet is kínál, ezért neki nem csak üzletkötőnek kell lennie, hanem többnek kell lennie, mert ő egy üzletet is kínál. Érted? Tehát jobban kell csinálnia, mint egy üzletkötőnek, mert az üzletkötő az nem kínál üzletet. Oké? Tehát több tudással kell rendelkeznie, nyilvánvaló, mert üzletet is kínál. De miért kínál üzletet? Hát miért kínálja a terméket? Mert azért, hogyha megveszik a terméket, vagy megveszik a szolgáltatását, ő azért pénzt kap. Ugyanígy, ha megveszik a termékét, tehát a hálózatépítő is ugyanígy működik, mint az üzletkötő. Ha megveszik a termékét, megveszik a szolgáltatását, pénzt kap érte, plusz azért is pénzt kap, hogyha üzlettársa lesz valaki, érted? Miért? Mert például úgy vannak kitalálva az üzlettársak, hogy úgy lehet valaki üzlettárs, hogyha megveszi a terméket vagy a szolgáltatást. Érted? Tehát, sőt, sok esetben úgy van, hogy akkor lehet valaki üzlettárs, hogyha extra mennyiségű szolgáltatást vagy extra mennyiségű terméket vásárol. Ezáltal több pénze lesz a hálózatépítőnek ebből. Sőt, hogyha az az üzlettárs is értékesít termékeket és üzletet, vagy csak terméket, akkor ő azután is kap részesedést. Ezt úgy hívják, hogy passzív jövedelem. Oké? Na most, ezt csak azért mondom, mert ettől a dologtól, hogy hálózatépítés, óckodnak az emberek. Óckodnak attól, hogy passzív jövedelmük legyen. Én passzív jövedelemből élek 93-tól. Nekem 93-tól van passzív jövedelmem. És 93-tól a legtöbb esetben a passzív jövedelmem több volt, mint amiért dolgoztam. Oké? Úgy látszik, az emberek nem szeretik a passzív jövedelmet. Tehát a passzív jövedelem azt jelenti, hogy azért nem dolgoztál meg. Tehát én eleve annak idején nagyon szerencsés módon olyan tevékenységgel kezdtem el foglalkozni, mint hálózatépítő 91-ben, ahol volt olyan, hogy fenntartási jutalék. Azt tudod, mit jelent? Tehát az a jó üzlet, csak hogy tiszta és világos legyen, én akkor már ezt átláttam 91-ben, hogy az a jó üzlet, amit rendszeresen kell az embereknek vásárolni, vagy rendszeresen kell, hogy pénzt fizessenek. Érted? Tehát, hogyha, mit tudom én mondjuk, egy porszívó ügynök elad neked mondjuk egy drága porszívót, akkor azt egyszer megvetted, és utána mit veszel tőle? Legfeljebb porzsákot, de hát azt mondjuk, a porszívó árához képest mennyi? Tehát az üzletkötőknek, ugye nekem a kesztyűüzletnél már az volt a buli, azért csaptam le az olyan hálózatépítésre, mert a kesztyűüzletnél is volt fenntartási jutalék. Tehát magyarul, ha minden hónapban vásárolták a kesztyűt a cégek, akkor én minden hónapban kaptam érte jutalékot. Egyszer kellett létrehozni az üzletet, és minden hónapban, tehát nem is 93-tól volt passzív jövedelem, hanem 88-tól van passzív jövedelmem. 88-tól. Most jut eszembe. Azt se tudták az emberek még mi az, hogy hálózatépítés 88-ban. Én már akkor passzív jövedelemben rendelkeztem. Az azt jelenti, hogy mondom,
megkötöttem az üzletet a céggel, és mit tudom én, apu fizetett nem tudom hány százalék volt a jutalék a minden kesztyű után, amennyit vásároltak, és az minden hónapban volt, ha minden hónapban megvették. Nem kevesebb, ugyanannyi. Érted? Ugyanannyi minden hónapban. És abból származó passzív jövedelmem, kesztyűzlet után származó a passzív jövedelmem, volt 96-ig. Érted? De addigra már szolgáltatásból származó passzív jövedelmem is volt. A szolgáltatás az tőkebefektetéses életbiztosítás volt, ami azt jelenti, hogy rendszeresen fizették az emberek, és rendszeresen jött utána a passzív jövedelem. Érted? Tehát azoknak az embereknek nem kellett még egyszer eladni. Most gondold végig, egy életbiztosítást megkötöttek 15 évre, és minden befizetés után kaptam a jutalékot utána. Világos ez? Az azt jelenti, hogy passzív jövedelem. Akkor nem érdemes megtanulni kommunikálni? Tehát az az igazi, hogy gürizel mindig az aktív jövedelemért. Tehát ez az igazi. Hát akkor elég furcsán gondolkodsz, hogyha ez az igazi. Nem jobb lenne megtanulni a kommunikációt? Nálunk meg lehet azt csinálni, hogyha valaki mondjuk ide jön tanulni, és pont nem az a képzés van, mert 26 nagy témánk van, és az körforgásos elven működik. És ezáltal az emberek bármikor becsatlakozhatnak, bármikor, de az adott képzést kapják meg. Természetesen az az induló képzése. És akkor előbb-utóbb odaér az, ahhoz, ami mondjuk a kommunikációs képzés, csak mondtam egy példa. De meg lehet venni visszamenőlegesen is. Tehát ami azt jelenti, hogy megvehetik az emberek bármelyik képzésünket, ami a múltban ez elhangzott, ami a múltban lezajlott. Nyilván nem kezdhet azzal, hanem a jelennel kezdhet csak. Az egy plusz képzés. Tehát, hogyha valaki mondjuk meg akarja tanulni a kommunikációt, úgyhogy nincs is kommunikációs képzésünk most, akkor simán megveszi a múltban lezajlott kommunikációs képzést. A mai áron. Természetesen. Tehát, ami azt jelenti, hogy bármit lehet tanulni, mint például ma is jött egy olyan, hogy Marihanál hallottam, ugye a feleségem intézi ezeket, hogy neki egy etika, tehát kellene az etika kócsképzés. És akkor ugye megvette az etika kócs, megkérdezte, hogy ezt hogy lehet, mint lehet, és akkor Marian elmagyarázta neki. Szóval lényeg az, hogy ha az emberben van egy kis olyan érzés, hogy nem akar az életben nélkülözni. Én szerintem, nem tudom, valamelyikőtök szeret nélkülözni? Ki az, aki szeret nélkülözni? Nézem a neteseket is. Az tegye már föl a kezét. Senki nem szeret nélkülözni? Aha. És akkor miért vagytok ellenségei a pénznek? Ha nem szerettek nélkülözni, akkor miért vagytok ellenségei a passzív jövedelemnek? Jó kérdés, nem? Baromi jó kérdés. Tehát még egyszer mondom, a világon azok az emberek, akik pénzt, jó pénzt keresnek, és ott beszélni kell, azért tudnak jó pénzt keresni, mert jól tudnak beszélni. Mert ezt megtanulták. Érted? Megtanulták. Megtanulták a kommunikációt. Megtanulták például azt, hogy el tudják magukat adni. Érted? Tehát például az édesanyámat is sok évvel ezelőtt úgy verték át, úgy vitték el az összes készpénzét meg ékszereit, ez ilyen több millió forintos tétel volt a kettő együtt, hogy jött két vagy három ember, hogy a szomszéd, a hátsó szomszéd, tehát ő családi házban lakott, hátsó szomszéd, a telek szomszéd,
az küldte őket, hogy szeretne egy oszlopot felállítani valahova, itt tudom én, és akkor anyu mit szól hozzá, és akkor anyu megkérdezte, hogy a Józsi, és akkor mondták, hogy persze a Józsi, hát különben nem tudták volna, hogy hogy hívják a szomszédot, persze. És addig, míg erről hátul a kerben nézelődtek, addig valami fémkeresővel megkeresték az ékszereket, érted? Egy ilyen kis pénzes kazettába volt, nem bezárva, meg nem lerögzítve, ott volt a pénz is, meg az ékszer is egybe, tyú, szépen elcummantották, és akkor addig, míg anyul mondom, ott szépen el volt avval az emberrel, vagy avval a kettővel, addig egy meg felkutatta ezt. De miért tudta ezt megcsinálni? Mert jó kommunikációval rendelkezett az űrge, és anyám elhitte. Világos? Tehát miért az a jó neked, hogy a kommunikációd a fasorba sincs? Na most az én kommunikációm olyan volt a múltban, csak hogy tiszta és világos legyen, hogy a óvodáskoromban semmi gondom nem volt a kommunikációval, mint a legtöbb embernek. Óvodáskorban még a legtöbb embernek semmi gondja nincs a kommunikációval. És jött az iskola, és apám szigorú apaként megkövetelte, hogy én jó jegyeket vigyek haza, mert hogy ő is jó tanuló volt az iskolában. Azt, mikor pár évvel ezelőtt, mikor, illetve tavaly, mikor anyu is elment ugye az örök vadászmezőkre, és hát megtaláltam apu bizonyítványát, de kiderült, hogy hozzám képest nem is volt jó tanuló. Így van. Hát, de jó kommunikált. Így van. És én meg elhittem, hogy jó. Közben ő egy közepes tanuló volt, én meg egész általános iskolában 4-es voltam. Úgyhogy nem is értem, hogy miről volt akkor szó, nem is ez a lényeg, hanem megkövetelte azt, hogy én jó tanuló legyek. És ha a rossz jegyet hoztam haza, a 2-es már rossz jegynek számított, a 3-as érm is már volt ennyi-bennye, tehát így van, tehát volt szigor a 3-asra is, 1-esről nem is beszélve, tehát lényeg az, hogy ha rossz jegyet hoztam haza, akkor büntetés, pofon, vagy ennek a kombináció, vagy mindkettő. Oké? Okay. Tehát nem vert azért hülyére, de hogy pofon kezdetben volt. Na most emiatt, hát nekem elkezdtek gondjaim lenni a kommunikációmmal, a felelések miatt. A félelem miatt, így van. Mert féltem attól, hogyha én rossz jegyet viszek haza, akkor mit fog velem apám csinálni? És emiatt, ugye például olyan is volt, ugye tudjuk, hogyha egy ember elnyomást kap a szülőtől, nagyfokú elnyomást, akkor dadogás lesz belőle. És időnként adott helyzetekben dadogtam is. Tehát, hogyha hirtelen ki kellett valamit mondani, akkor rám jött a dadogás. Tehát ilyen kommunikációval rendelkeztem. Tehát, ha nekem ki kellett állnom emberek elé, már az osztálytársak elé is, na minden bajom volt ezzel. Óvodában, még elsőben, másodikban semmi gondom nem volt, de onnantól már indult ez hogy én megfeleljek az ő elvárásainak. Tehát a kommunikációm az óriási mértékben visszafejlődött. Ugye egy gyereknek azért jó a kommunikációja, hogy csak világos legyen, mert ha egy szülő nagyon sokat beszélt a gyerekével, mikor az kicsi volt, akkor az jó, és jó szókincsel beszélt természetesen, tehát jó nagy szókincsel, akkor az illető gyereknek jó a kommunikációja, tehát jó kommunikációval indul. Világos ez? Tehát nem mindegy, hogy az anyuka az milyen beszédes, és milyen választékos beszédű volt. Jó? És ugye az én anyám az nagyon beszédes ember volt, mindig azt mondta, hogy ő bárhova megy, őt mindig megszólítják. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy beszédes volt. És hát ezáltal ugye nekem sem indult nehezen a kommunikáció,
De mondom, nagyon elromlott. Tehát amikor én már munkába álltam, és voltam TS-tag, és hát a TS-tagnak meg kellett szólalni a közgyűlésen, érted? És ha én nekem meg kellett szólalnom a közgyűlésen, mert már minden bajom volt. Tehát annyira nem ment ez, annyira izgultam, hogy valami hihetetlen. Az első előadást, amit tartottam a 30 ember környékének, 93-ban, így szintén egy asztal előtt tartottam, függöny volt, még az jó volt, hogy ilyen függöny volt az asztal előtt, és nem látszott, hogy 3-4 órán keresztül remegett a térdem. És az se látszódott, hogy ugye annyira izgulok ezáltal. Hát például ugye elkezdtem az első ilyen beszédemet, és körülbelül a második mondat után kiment minden a fejemből. Elmondtam, hogy hát én most tartok először így előadást. És közben eszembe jutott, még erről beszéltem, hogy új vagyok, eszembe jutott, hogy le van jegyzetem. És akkor belenéztem a jegyzetbe, és akkor annak alapján eszembe jutottak dolgok. Egy és negyed órás előadásom volt akkor, de mondom, 3-4 órán keresztül remegett a térdem. Akkor évekig, hosszú évekig nekem hasmerésem volt minden előadás előtt. Oké? Okay. De ezeket én mind leküzdöttem, érted? Tehát az ember, ha akar valamit, akkor azért tesz, nem csak dumál, érted? És nem azt mondja, mint esetleg, hogy ó, hát én úgy izgulok, és akkor ez nem nekem való. Vagy ó, hát nemet kaptam, ó, hát akkor ez nem nekem való. Hát senki nem született jó üzletkötőnek, hát senki, érted? Senki nem született jó hálózatépítőnek, hát megtanulják az emberek. Itt az a lényeg, hogy az ember ne hagyja abba. De most gondold végig, hogy 91-ben elkezdtem a hálózatépítést, tehát a 87-ben az üzletkötést, azt befejeztem 96-ban, közben elkezdtem a hálózatépítést, az üzletkötés közben, de volt még főállásom. 93-ban fejeztem be a főállást is. Elkezdtem és a hálózatépítést, és azt láttam már az elején, hogy a hálózati vezetők nem etikusak. Nem etikusak. Például olyan volt, hogy etikus volt a tulajdonos kín Ausztriában, fogták, és a vezetők dobbantottak, és létrehoztak egy másik hálózatépítő céget. De ezt nem vallották be. Tehát nem mondták. De azt mondták, hogy a cég neve megváltozott. És onnantól kezdve osztódással szaporodtak az ilyen cégek. Az volt az első ilyen osztódás. Tehát ők jó példát mutattak arra, hogy osztodással szaporodjanak. És akkor ugye én ezt láttam, mert ez rögtön az első évenben történt. Fél éve voltam ott, vagy egy éve voltam ott, mikor ezt megcsináltam. Nem fél éve, egy éve. És hát utána ezt láttam más cégeknél is, 93-ig, és azt mondtam, hogy elég, 93-ban létrehozok egy saját hálózatépítő céget. Mert elég volt ebből a sok etikátlan cégekből. Nem csak abból a szempontból láttam így etikátlanságot, hanem abból is, hogy más cégek meg olyan termékeket, amit hasonlót meg lehet venni, sokkal drágábban kezdtek árusítani hálózatépítésben. És akkor én azt mondtam, hogy én egy etikus hálózatépítő céget akarok létrehozni. Ezért ugye, ha utána nézel, hogy Magyarországon melyik a legöregebb hálózatépítő magyar tulajdonú cég, akkor rájössz arra, hogy mi vagyunk azok. Tehát már mind tönkre ment, aki előbb vagy akkortájt alakult. Sőt, aki később alakult, azok is tönkre mentek. Nyilván nem aki az utolsó pár évben természetesen.
Például ugye régen ismert volt biztosítási cég, broker, brokernet, hol van már? Oké? Okay. Hol van már? Szóval, gondoljátok végig, hogy létrehoztam, és akkor kipróbáltuk azt, hogy milyen, hogyha egy szolgáltatásunk van. És képzeljétek el, utána kipróbáltuk azt, hogy vegyünk föl mellé másik szolgáltatást. És képzeljétek, ez úgy működött, hogyha megnőtt a szolgáltatások száma, olyan mértékben csökkent a bevétel. Tehát azt gondolják az emberek, hogy sok szolgáltatás a sok pénz, vagy több termék több pénz. Nem. Tehát az MV úgy kezdte, hogy egy terméke volt az LOC. Slussz, és avval lett világcég. Tehát azóta közel nem tud olyan növekedést produkálni, mióta kismillió más terméke van. Oké? Okay? Az FLP úgy indult, hogy volt egy terméke, az aloe verás. Ugye az a termék. Egy. Most megnézitek, az FLP-nek kismillió terméke van. Azért lett világcég, mert egy terméke volt. Mikor nyugdíjpénztárban piacvezetők voltunk, bejött a magánnyugdíjpénztár, és azt mondták, hogy csináljuk. Tehát ugye azt a tanácsot adták nekem, hogy csináljuk. Hát a kollégák. És akkor jó, már még több lesz a bevétel. Elkezdtük a magánnyugdíjpénztárt, nem nőtt a bevétel, hanem csökkent. Érted? Tehát gyorsan rájöttünk, hogy igazából az a jó, hogyha van egy szolgáltatás, vagy egy termék. És akkor van jó bevétel. Volt termékszervezési időszakunk is, mikor már az önsegélyező pénztári üzletet is ugye bojkottálta az állam, mint előtte ugye az önkéntes nyugdíjpénztári szervezésünket bojkottálta az állam. És hát abban az időszakban, gondoljátok végig, egy terméket értékesítettünk, egy táplálék kiegészítőt, amit kifejezetten nekünk csináltak. Tehát csak tőlünk lehetett venni. És utána elkezdtünk más étrendkiegészítőkkel is foglalkozni. Ez egy nagyon komplex multivitamin jellegű készítmény volt, de folyékony. Folyékony. És abból több bevételt tudtunk produkálni, mint utána, amikor emellé még fölvettünk más étrendkiegészítőket is. Tehát azt kellene megérteni minden hálózatépítőnek, hogy egy terméket vagy egy szolgáltatást sokkal könnyebb értékesíteni, mint többet. És nem tudok olyan példát mondani, hogy osztódott a szolgáltatás, vagy osztódott a termék, és utána növekedés lett volna. Olyan mértékű, mint előtte. Oké? Okay? Na most, gondoljátok végig, nekünk van egy szolgáltatásunk. Egy. Nem is lesz több. Oké? Okay? Nincs termékünk, egy szolgáltatásunk van. Az a szolgáltatásunk, hogy olyan dolgokat tanítunk az embereknek, nézzük meg akkor, hogy miért tanítjuk, hoppá, rossz felé megyek. Ja, de nem megyek rossz felé. Olyan dolgokat tanítunk, két dolgot fogok mutatni, hogy ezeken a területeken egy egyén képes legyen boldogulni. Nem azért, mert problémái vannak. Azért, hogy boldoguljon. Tehát, hogy boldogabb legyen. Érted? Tehát a legtöbb ember nem is nagyon tudja, hogy lehetne jobb ezen a területen, ezeken a területeken. Nem tudja, mert senki nem mondja meg neki. Érted? Hogy ő lehetne jobb. Itt van 10 terület. Lehetné jobb ezen a területen is, itt a 7. pontnál, a pénzzel kapcsolatban. Ha olyan jövedelmed is lenne, amilyen nem kell dolgozni, mert már megdolgoztál érte egyszer. Érted? Az ügyfélápolás az nem olyan munka, mint egy embernek eladni. Érted? Az ügyfélápolás ahhoz képest bagatell. Jó, tehát itt van 10 terület. És miért
Csináljuk még ezt, nézzük. Mert az embernek fejlődnie kellene. Ezért vagyunk itt, mi emberek. Fejlődnie kellene. És azt látom, hogy sehol, máshol tömegek nem tudják ezt beteljesíteni. Ezt a fejlődést csak nálunk. Sehol máshol. A bolygó nincs még egy olyan szervezet, ahol ezt a fejlődést tömegek tudnák beteljesíteni. Persze valaki kolostorba vonul, az meg tudja csinálni. Ott hagyja a családját, úgy kompletten, akkor meg tudja csinálni. Érted? De egyébként nem. Na most hányan vonulnak manapság kolostorba? Csak úgy kérdezem. Hányan hagyják ott a tudásért a családjukat? Megcsinálják, de tömegesen nem. Én ismerek személyesen olyan embereket, akik ott hagytak csapott papot azért, hogy tanuljanak, családjukat mindent feladták, ingatlanjukat mindent feladtak, hogy tanulhassanak. Hogy ezen a hét fejlődési szakaszon végigmenjenek. Miért kellene végigmenni ezen a hét fejlődési szakaszon? Mert nem az a probléma, hogy a világon kevés ember tudja, hogy fejlődnie kellene, hanem az a baj, hogy nyugaton kevesen tudják, hogy fejlődnie kellene az embernek. A máshol, a nyugati társadalmon kívül nagyon sokan tudják, hogy fejlődnie kellene. És akkor miért nem fejlődnek? Mert nincs hol. Mert nem akarnak kolostorba vonulni. Tehát te például te buddhista akarsz lenni, tehát hívő buddhista, akkor ki kell menned családot itt hagyva, Tibetbe tanulni, stb. Érted? És valószínűleg, hogyha komolyan is veszed, akkor a családodat azt felejtsd el. Világos ez? Tehát, mondom, nem tudnak hol úgy tanulni, hogy nem kell feladni semmit. És itt nyugat egy kicsit elbarbolt, érted? Avval kapcsolatban, a nyugati társadalom elbarbolt, avval kapcsolatban, hogy a nyugati emberek nem tudják, hogy nem azért születtek, hogy minél több pénzt keressenek, és hogy ezáltal minél több pénzt költsenek, hanem azért, hogy ezen a hét fejlődési szakaszon végigmenjenek. És ez úgy működik, hogy minél magasabb szinten van ezen a fejlődési szakaszon, az ember annál jobban érzi magát a bőrében. Ez így működik. Csak az emberek nem tudják azt, mert ezen vannak, itt az 1-es, 2-es fejlődési szakaszon, és nem tudják azt, hogy sokkal jobban érezne magát a bőrében, ha már a 3-ason lenne. Nem beszélve arról, ha már a 4-esen lenne. Sőt, az 5-ösen még jobban érezné magát. Satöbbi, satöbbi. Ezt nem tudják, fogalmuk sincs. Kint a világ, tehát a nyugati világon kívül ezzel tisztában vannak. Csak a nyugati társadalom az lezülött arra a szintre, hogy ez szó szerinti lezülést, értsd, lezülött arra a szintre, hogy csak pénzt kell költeni, és ahhoz, hogy minél több pénzt költessen, mert ez a boldogság kulcsa a nyugati társadalomban, hogy minél több pénzt költs, hát az sok pénzt kell keresni. Ha meg nem keresel sok pénzt, akkor lopni, csalni, hazudni kell. És akkor úgy lesz sok pénzed. Hát akármilyen hihetetlen, a nyugati társadalomban nagyobb a bűnözés, mint bárhol máshol a világban. Oké? Okay. Hát nyilván ott, ahol a nyugati társadalomból zarándokoltak ki, és nyugati társadalomból zarándékolt emberek vannak, azok nyilván ott ugyanez a helyzet. De hát ők is nyugati emberek. Tehát mit tudom, elmész Dél-Amerikába, Dél-Amerika jó része az nyugatról kivándorolt. És ezért a Dél-Amerika, hát megnézed, szinte egész Amerika az gyakorlatilag kivándoroltakból áll. És ugye az a nyugati társadalom, tehát őket vegyük ki ebből. Csak maradjunk Afrikánál, Ázsiánál. Oké? Okay? És mert a,
az emberiség jó része ezen a két kontinensen él, amit úgy hívnak, hogy Ázsia meg Afrika. Nem Európában, nem Amerikában. Amerika meg Európa a nyugati társadalom olyan része, aki azt gondolja, hogy egy fontos a pénz, minél több pénzt költsünk. És hogy most arra hogyan teremtjük meg a lehetőséget, hogy minél több pénzt keresünk, az most részletkérdés. Ha kell, gyilkolnak érte. Nézd meg. Japán is nyugodt. Hát nem, nem, nem. Nem, ott a munka, nem tudom a legújabb generációnál már hogy volt ez, de az eddigi generációknál a munka az sokkal fontosabb volt, mint egy nyugati ember számára. Tehát a nyugati ember számára a munka az egy kényszer, gyakorlatilag nem egy olyan dolog, ami az élet természetes része, érted? Hanem egy kényszer. Tehát szó szerint. Tehát mondom, itt van, és a nyugati ember ezen a két szinten van, egyik része ezen, másik része azon, az egyes vagy kettes, és akkor azt gondolja, hogy mivel a szomszéd is ezen a szinten van, meg a szülei is ezen voltak, meg a nagyszülei is ezen voltak, és akkor ez a természetes, érted, meg a barátok is ezen vannak, ez a természetes, és körülnézel, és azt látod, hogy nem boldogok. Mert nem fejlődnek, érted? Az az ember boldog, aki fejlődik. Tehát látni ezt itt nálunk, emberekkel, akik fejlődnek, hogy boldogabbak. Érted? Boldogabbak. A fejlődés pedig az, hogy lépkednek felfele a lelki szinteken. Ez a szolgáltatásunk, hogy az emberek lépkedjenek felfele. Olyan tudást nyújtsunk, ami az egész bolygón lévő összes ember számára javítja a boldogulását. Érted? Tehát boldog abban tudjon élni. Nyilván annak van egy hetes pontja, ha megnézed, visszakerülni abba a létformába, honnan jöttünk. De most ez részletkérdés. Mert azzal kell foglalkozni, ami most van. Oké? És még jó, hogy nem üzletkötésbe csináljuk. A hálózatépítés az abból a szempontból jobb, jó, többet kell tudni, hogy el kell adni magát a szolgáltatást, de hozzá tudsz adni egy üzletet. Érted? Tehát hozzá tudsz adni egy üzletet. Figyelj, én elsoroltam, hányféle üzlettel foglalkoztam már. Ugye volt abból életbiztosítási terület, volt azzal, volt rendes biztosítási terület, akkor, tehát mindenféle egyéb biztosítás, akkor volt nyugdíjpénztári terület, tehát önkéntes, magánnyugdíjpénztári terület, akkor volt önsegélyező pénztárterület, egészségtermékekkel foglalkoztunk. Ez hat területtel együtt nem volt annyi pénzkeresetem, mint most ebben az egyben. Oké? Úgy, hogy én abból származó jövedelmet számítok csak, amit a hálózatépítésből, mindig is csak abból számolok. Tehát az, hogy a cégből mi jön, az nem érdekes. A hálózatépítésből mi jön, érted? A hálózatépítésből a hatból együtt nem jött annyi, mint ebből az egyből. Érted? De nagyon egyszerű. Egy szolgáltatás van. Egy. Könnyű megtanulni. És mivel nincs konkurenciánk, sokkal könnyebb eladni. Érted? Mivel az embereknek a fejlődésre nincs más választásuk, sokkal könnyebb eladni. Nincs más választás. Érted? Világviszonylatban totál egyedülálló, amit csinálunk. Érted? Csak nem adod el magadat. Érted? Nem tudsz erről beszélni. Nem vagy kellően kitartó. Mit tudom én melyik ezek közül?
Hát azt, hogy ha mondjuk lehetne a kitartás szobráról valakit kiállítani, akkor lehet, hogy felkérnének erre. Érted? Mert az biztos, hogy ebben csúcs vagyok, érted? A kitartásban. De a legtöbb ember olyan kitartás hiányos, mint a húzat, ahogy én megismertem. Pedig a kitartás, az meghozza az eredményét. De nem ez a kitartás, tudod? Karbateszt kéz, na, csináljátok. Ez így nem működik. Tehát mondom, a hálózatépítésről beszélek. Tehát én mindig hálózatépítő voltam, és mindig is hálózatépítőnek tartom elsősorban magamat. Nem alapítónak, pedig az is vagyok, érted? Hanem mindig is hálózatépítőnek. Jó, tehát nyilván, ugye 91-től ez indult, és én egyszerűen megszerettem ezt a területet. Azt láttam, hogy egy átlagember számára nincs más kiugrási lehetőség. Nincs. Tehát a kiugrás az nem azt jelenti, hogy milliárdos leszel a hálózatépítésből. Éppen beszélgettünk valakivel, és azt mondja, hogy milliárdokat, mit tudom én, nyerni, vagy mondom, nem szeretnék milliárdokat, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Nekem nem kellene az az élet, amit megélnek a milliárdosok. Hogy? Milyen élet? Hát az, hogy testőrökkel kell közlekedniük. Érted? Köszönöm szépen, nem kérek belőle. Oké? Okay. Tehát most gondold végig, minek egy olyan élet, ahol az ember fél. Mert minek a testőr? Mert fél. Világos ez? És még a gyereke, mint a óvodába testőrrel jár, iskolába testőrrel jár, érted? Az a normális? Hát mennyi pénzének kell lenni az embernek? Ha elégnek, nem? Ahhoz meg nem kellene milliárdok. Hát most gondold végig, a milliárdosoknak minek, mit tudom én, 100 000 hektár? Minek? És akkor még vesz hozzá 50 000-et. Érted? Minek? Vagy, mit tudom én, van már 6 kastélya, vesz egy 7-et, meg egy 8-et. Minek? Érted? Minek? Van 24 autója, vesz egy 25-et. Érted? Minek? Egy seggel hányat ülnek? Ugye a lónál is egyet tudunk, de az autónál is. Minek? Minek? Azért, mert jó hangzik. De az mennyire hangzik, hogy mit tudom én, ha utcán pisolynod kell, és keres egy mellékhelyiséget, akkor követ a testőröd, érted? És te ott pisilsz, addig ott áll előtt, a WC előtt, nehogy valami történjen veled. Marha jó. Ez a szuper élet, biztos, nem? Nagyon kockázat. Gondold végig. Szóval, de miért nem célod az, hogy bármilyen embernek mondom, most akár az itt tanulóknak is, akik nem szerveznek. Miért nem célod az, hogy legyen passzív jövedelme? Gondold végig. A tanulók rendszeresen fizetnek. A legrégebbi tanulónk 29 éve tanul itt. 29 éve. És 29 éve minden befizetése után részesedett. Az egyik közvetlen tanuló. 29 éve. Nem hiszem, hogy sok hálózatépítő van a Földön, aki 29 éve részesedik ugyanannak az embernek a vásárlásából, most idézőben a vásárlás. Nem hiszem, hogy sok ilyen hálózatépítő van a világban. Oké? Okay? És akkor vannak olyanok, akiknek, tudom én, 10 éve, 15 éve, érted? 2 éve, 1 hónapja. És az azt jelenti, hogy
A második befizetést az automatikusan csinálhatják, ha meg nem, akkor kis ügyfélápolást csinálsz. Ami ugye fontos. De az ügyfélápolás az közel nem annyit vesz igénybe, mint a szervezés. Tehát nem tudom, tudjátok-e, most visszatérve az üzletkötésre, hogy a világon, a cégeknél, az ügyvezető igazgató után ki keres a legtöbbet? A legeredményesebb üzletkötője. Oké? Nem a ügyvezető igazgató helyettese. Nem. Hanem a legeredményesebb üzletkötője. Tehát most, hogy üzletkötés vagy hálózatépítés, akkor én inkább azt mondom, hogy százszor, hogy hálózatépítés, mint üzletkötés. Miért? Mert a hálózatépítésben lesz saját csapatod, magyarul valahova fogsz tartozni. Érted? Tehát egy üzletkötő kihez tartozik? Nincs saját csapata. Érted? A valahova tartozás az azt jelenti, hogy van saját csapat. Tehát egy csapatnak a része. Érted? Egy csapat az akkor csapat, hogyha van közös céljuk. Érted? És ugyanazt a közös célt képviselik. Ha üzletkötő valaki, hogy ad elismerést? Hogy fog kapni elismerést? Lehet, hogy azt fog kapni a cégétől, de ő kinek fog adni elismerést? Senkinek, mert nincs csapata. Az nem olyan. Vagy megnézzük az önmegvalósítást. Az azt jelenti, hogy amit tudsz, átadod. Ha nincs csapatod, kinek adod át? Nem tudod megvalósítani a következő fejlődési szakaszt. És ezt csak a hálózatépítésben lehet megcsinálni. Oké, de onnantól tovább nem tudnak menni, mert a semmilyen más cég nem képvisel küldetés szintet. Csak mi. Tehát a bolygón nincs még egy olyan cég, amelynek van olyan szintű küldetése, mint nekünk. Oké. És akkor vacilálsz azon, hogy most el tudsz-e adni olyat, hogy valaki tanuló legyen itt, vagy nem. Nem az emberekkel van gond, hanem a kommunikációddal van a gond. Világos ez? Ha jobban kommunikál, hogy lehet a kommunikációt jobban csinálni? Hát, ha többet csinálod. Ez ennyi. A kommunikáció úgy javítható, ha többet kommunikálsz. Nem lehet másként. Én nálam is, hogy ez úgy működött. Azért javult meg a kommunikáció, mert sokkal többet kezdtem el kommunikálni, és nem hagytam abba a sokkal több kommunikációt. Világos ez? Manapság megnézed, hogy kinek mennyi előadása van fönn a YouTube-on, magyar ember, nem nagyon találsz olyat, akinek több előadása van, mint nekem. Oké. Nem nagyon. Pedig 10 évvel ezelőtt még azt nézegettem, hogy milyen hátul vagyok. És az volt az egyik célom, hogy nekem legyen a legtöbb előadásom fönn Magyarországon. És ezt meg is csináltam. Sőt, el fogom azt is érni, hogy a bolygón. Oké? Na most, ha az ember akar valamit, akkor annak érdekében, hogy azt elérje, tenni is kell valamit. Tehát ez a módszer, ez nem működik. Semmilyen esetben. Ez a, tudod, na, fogjuk meg, azt vigyétek. Ez az. Jó, tehát
Ha itt fejlődsz, jobban érzed magad a bőrödben. Ha ezeket a területeket jobban oldod meg, eredményesebb, sikeresebb vagy ezeken a területeken, jobban fogod magad érezni a bőrödben. Tehát én nem azt mondom, hogy bolygón összességében máshol nincs meg ez a tudás. Csak sok helyen. Nem egy helyen. Egy helyen, csak itt van meg. Érted? Máshol, ha meg akarod szerezni ezt a tudást, sok helyet kell felkeresned, és sok helyen kell tanulnod, nem ennyiért, hanem sokkal drágábban. És nem csapatban. Sokkal könnyebb csapatban tanulni, mint egyesével. Sokkal könnyebb. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Fél óra szünetünk van.